Mindig nagyszerű apropó egy világnap, hiszen felkelti a figyelmet arra, hogy mire is fókuszáljunk legalább azon a napon, illetve az elkövetkezendő időben. Február 4-e minden évben a rákellenes küzdelem világnapja. Ilyenkor mi szakma specifikusan a tüdődaganatos beteg ellátásra fókuszálunk. Itt az intézetben elkötelezettek vagyunk nem csak a diagnosztika, a terápia mellett, hanem amellett is, hogy aktívan részt veszünk a prevenció, tehát a tüdőrákért felelős legfőbb kórok a dohányzás leszokás támogatásában, de egyéb más kórokoknak is a megelőzésében, és természetesen abban is, hogy minél jobban facilitáljuk a szűrővizsgálatot, a korai stádiumban való felfedezését a betegségnek, illetve hogy bevonjuk valamennyi ellátásunkba a rehabilitációt. Ugyanakkor kiemelt szerepet vállalunk a tüdődaganatban, a klinikai kutatásban. Erről itt egy picit bővebben fognak hallani majd a megszólalóktól. Amikor a tüdőrákról olvasunk nemzetközi lapokban, mindig azzal a mondattal kezdődik, hogy a tüdőrák a vezető daganatos halálok. Annak ellenére, hogy hatalmas és forradalmi változás állt be az innovatív terápiákkal, és valóban ma már azt tapasztalhatjuk, hogy még az áttétes, tehát a metasztatikus folyamatokban is megkétszerezik, háromszorozzák a túlélést a célzott kezelések, illetve az innovatív immunonkológiai kezelések, még mindig hazánkban is a vezető daganatos halálok, mind a férfiak, mind a nők körében. Mind az évente az új megbetegedések körülbelül olyan 9000 körülre tehetőek, és a KSH adatai alapján sajnos 8000 beteget veszítünk el a tüdőrák következtében. Évről évre felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen kiemelt figyelmet kell fordítanunk a nők tüdőrákos megbetegedésére. Ez kifejezett itt a hazánkban, a centrális régióban. Ennek a hátterében a dohányzási szokások mellett egyéb olyan kórokok vannak, amiket még nem tudtunk feltárni. Levegőszennyeződés, radon, azbeszt expozíció, hormonális elváltozások. Ezeket mind-mind kutatják. Itt az intézetben rendelkezésre állnak azok a diagnosztikus eszközök, széles tára a képalkotóknak, intervenciós beavatkozásoknak, melyekkel a betegséget diagnosztizálni tudjuk. És természetesen hangsúlyozzuk azt, hogy gyógyulást a korai stádiumban felfedezett daganatos betegség esetén tudunk elérni, ott a műtét az elsődleges választandó. Amint kiterjedtebb betegségről van szó, ott egy komplex kezelési stratégiát kell felállítani, tehát ezeket a kezelési beavatkozásokat együttesen kell alkalmazni, műtétet, kemoterápiát, immunonkológiai kezelést. Itt az intézetben a napi rutin része a személyre szabott terápiáknak a célzott kezelés és az immunonkológiai kezelés. Természetesen az, hogy kinél milyen modalitást tudunk alkalmazni, nagyon sok függvény határozza meg. A tüdőrák nem egy betegség, nagyon sok hisztológiai altípusa, genetikai ok áll a háttérben. És ahogy említettem, valamennyi modalitásban a rehabilitáció nagyon fontos, hogy a fizikai aktivitással is jobb fizikai állapotba tudjuk hozni a betegeinket, hogy valamennyi kezelésben aktívan is részt tudjanak venni, illetve hát ez az elsődleges, amivel mi hozzá tudunk járulni a jólétükhöz. Intézetünkben nem csak az aktív ellátásban, de az életvégi ellátásban is vezetők vagyunk. Egy nagyon szép hospice palliatív osztályon segítjük azokat a végstádiumú tüdődaganatos betegeket, akiknél már nincs lehetőség aktív kezelésre, ahol a legfőbb cél az életminőség, az emberi méltósághoz igazított
illetve biztosított ellátás mind a betegek, mind a hozzátartozók részére. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetnek a mellkassebészete volt a magyar mellkassebészet bölcsője. Olyan nagyságok vezették a mellkassebészeti osztályt, mint Kulka Frigyes professzor úr. Az utóbbi időben igen jelentős kormányzati támogatásnak köszönhetően teljesen megújult a mellkassebészeti osztály, több százmillió forintos infrastruktúrális fejlesztések történtek, és a betegeink kétágyas, fürdőszobás, klimatizált kórterembe gyógyulnak. Azt gondolom, hogy tényleg világszínvonalon. A műtőnkben hasonlóan szuper minden, a jelenleg elérhető technikai eszközökből minden rendelkezésre áll, hogy tudjuk a tüdőrákos betegeket gyógyítani. Szerencsésnek érzem magam, mert a mellkassebészetnek egy forradalmi időszakában dolgozhatok itt. Amikor én elkezdtem a mellkassebészetet, akkor a mellkasi műtét során egy jó 20 centis vágást ejtettek a betegen, és a betegek azért néhány hétig kórházba voltak a műtét után. Most már ugyanezt a műtétet elvégezzük egy 3 cm-es pici meccésből. A betegek átlagosan 2 napot vannak egy műtét után kórházban, töredéke a fájdalom annak, ami volt korábban, nagyon hamar vissza tudnak menni dolgozni, és természetesen az esztétikai eredmény is sokkal jobb. Úgyhogy azt tudom mondani önöknek, hogy nagyon büszke vagyok rá, hogy itt dolgozhatom, és arra még büszkébb, hogy a magyar betegek ilyen körülmények között gyógyulhatnak. Döme Balázsnak hívnak, én a tumorbiológiai osztályát vezetem az intézetnek. Hogy mi az a tumorbiológia, talán egy pár szóban, tehát ugye a daganatok azok rajtunk élősködő, a saját sejtjeinkből felépülő paraziták, amiknek a működését meg kell érteni, és ez látszólag egy ilyen egyszerű feladat, hogy megértsük, de hát igazából rendkívül bonyolult rendszer, nem csak egy daganat, de egy darab daganat sejt is. Ezen az osztályon azt próbáljuk megérteni, hogy ezek a sejtek miért válnak halhatatlanná, miért szaporodnak fék nélkül, miért szűrik be a normál tüdőszövetet, miért infiltrálják a normál tüdőszövetet, miért tudnak belépni az érpályába, miért élnek túl a vérerekben, aztán miért lépnek ki a vérerekből, hogyan képeznek áttéteket. És mindezt azzal a céllal végezzük, hogy valamilyen módon ezeknek a folyamatoknak a jobb megértése révén új terápiákat, új gyógyszereket tudjunk fejleszteni. Ehhez egy nagyon komplex tím áll a rendelkezésünkre, akik biológusok, orvosok, sebészek, matematikusok, fizikusok, és azt büszkén mondhatom, hogy a világnak az élvonalában járunk sok szempontból. Abszolút a dobogós helyen áll a munkánk a tüdőrák kutatás területén. Mencser Éva vagyok, a Lélegzet a tüdőrákos betegekért és hozzátartozókért egyesület elnöke. És megmondom őszintén, hogy soha nem gondoltam volna, hogy a rákellenes világnapon fogok beszélni önöknek, és mint túlélőként, és mint egy új, nemrégiben alakult betegszervezet elnökeként. 2015-ben nálam tüdőrákot diagnosztizáltak, amit operáció, kemoterápiás kezelések, majd egy tudatosan megtervezett gyógyulási út, egy beteg út követett. Kezelőorvosom dr. Bogos Krisztina volt, akinek nem csak szenzációs szakmai tudása, hanem lelki támogatása is nagyon sokat segített mind a testi és a lelki rehabilitációmban. És talán nem túlzás azt is elmondanom, hogy ezek a lélektől lélekig tartó beszélgetéseknek azért köze van ahhoz, hogy ezt az egyesületet megalapítsuk. Ez az egyesület 1919 végén, 2020 elején jött létre, 12 alapító taggal, orvosokkal, lelkisegítőkkel, pszichológusokkal, kutatókkal, mentálhigiénés szakemberekkel, egészségfejlesztőkkel, dietetikusokkal, és
gyógytornászokkal, akiknek segítségével a betegek megismerhetik a betegségükhöz kapcsolódó friss információkat, kutatási eredményeket és kezelési módszereket. Az elsődleges célunk az volt, hogy fejlesszük és javítsuk az orvos-beteg kommunikáció hatékonyságát, szakmai hálózatot építsünk ki a társszervezetekkel és a szakmai csoportokkal, betegeket támogató rendezvényeket szervezzünk. Legfőbb célunk viszont az volt, hogy ráirányítsuk a betegségre, a tüdődaganatos betegségre a figyelmet, a tüdődaganat kialakulásának megelőzésére és a prevencióhoz kapcsolatos ismeretek széles körben való terjesztésére. Nagyon sok programot szerveztünk, ezeket sajnos kicsit elmosta a COVID, de terveink között van számos olyan segítő program, klubfoglalkozást, amit lehet, hogy már ebben az évben meg is tudunk valósítani. És kiemelt figyelmet tudunk fordítani olyan a betegség kialakulásához vezető rizikótényezőkre, mint például a dohányzás. A nemzetközi kapcsolatok építésébe is belekezdtünk, más ernyőszervezetekkel, például a Lúcséval és az ECPC-vel, akikkel már együtt dolgozunk 2 éve. Az előző évek előkészítő tevékenységének eredményeképpen idén 2 fontos projektet indíthatunk. Az egyik egy reprezentatív felmérés, egy úgynevezett életminőségkutatás, melynek 2 célja van. Egyrészt összegyűjteni a betegek kezelés alatti tapasztalatait, másrészt pedig, hogy ezeket a tapasztalatokat, adatokat, információkat és az őket ért benyomásokat megosszuk a szakembergárdával. A másik fontos projektünk az új innovatív terápiák jobb megismerését segítő projektünk, a célzott és immunterápia, kifejezetten ezeknek a korszerű kezelési módszereknek a népszerűsítése, megismertetése a laikusokkal. Minden megmozdulásunkkal azt szeretnénk elérni, hogy felhívjuk a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára, megerősítsük az érintettekben, hogy ne féljenek elmenni orvoshoz, hiszen az időben történő szűrés, a korai diagnózis adja a legjobb prognózist. Személyes tapasztalatom is az, hogy, és nagyon fontos, hogy időben menjünk el orvoshoz, figyeljük magunkat, figyeljünk a testi és lelki változásainkat, mert és fontos, hogy hallgassunk az érzéseinkre és a megérzéseinkre, hiszen mi ismerjük legjobban magunkat. Ha valamiben bizonytalanok vagyunk, akkor is van olyan tünetünk, ami nyugtalanít, vagy további kérdéseket vet fel, akkor mindenképpen kérjünk segítséget. Azt hiszem, hogy nálam is ez volt, és ez mentette meg az életemet. Az elmúlt évtizedekben a tüdőrák szempontjából milyen előrelépések történtek? Én azt kell, hogy mondjam, hogy itt nem is évtizedekben gondolkozhatunk, hanem akár években, hiszen az az örömteli dologot mondhatom, hogy a tüdőrák diagnosztikája, de főként a kezelése tekintetében tulajdonképpen egy rövidebb intervallumot, 4-5 évet is nézünk, jelentős a fejlődés. És kiemelném ezen belül olyan innovatív terápiákat, mint a tüdőrák célzott kezelése, egyre több olyan gyógyszert találunk meg, amelyet célzottan tudunk speciálisan adott tüdőrák csoport és biomarker vizsgálatok eredménye alapján kezelni a betegeket, és bizony most már azt is örömteljen jelenthetem, hogy vannak olyan betegek, természetesen sajnos nem minden beteg, bizonyos szelektált betegcsoportok, ahol adott genetikai hibához hozzárendelt terápiával még az 5 éves túlélési esély is egy abszolút reális lehetőség lehet.
Ezek olyan betegek, akiket régebben, hát bizony egy-két év alatt elvesztettünk. És egy másik nagyon fontos innovatív eljárás az immunterápia, az immunellenőrző pont gátló kezelés, amely valóban az utóbbi néhány évnek az óriási előrelépése nem csak tüdőrákban, hanem egyéb daganat típusokban is. És itt is elmondható az, hogy a komplex kezelés részeként alkalmazott immunterápiával az eddigi tényleg akár egy másfél éves túlélés vonatkozás jelentős előrelépés mutatkozik. És azt kell, hogy mondjam, hogy fejlődés van a sugárterápia tekintetében is. Például korai stádiumú tüdőrák esetében, hogyha például nem lehet megoperálni a beteget, mert olyan rossz az általános állapota, vagy nem akarja a műtétet, akkor vannak olyan sugárterápiás eljárások, pontbesugárzásos eljárások, amelynek alkalmazása vetekedhet a tüdőműtét vonatkozásában is, a túlélési előny tekintetében. És hogyha egy kicsikét beszélünk a diagnosztikában is, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan diagnosztikus eljárások, amelyen sokkal pontosabban tudjuk már meghatározni a beteg kiterjedését, stádiumát, és sokkal precízebben tudjuk megtervezni a kezelést. És azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogyha így beszélünk a tüdőrákról, hogy tüdőrák, az nyilvánvaló nem jó, hiszen számos alcsoportja van a tüdőráknak, számos biomarker van, és bizony, amikor mi egy tüdőrákos beteg kezeléséről döntünk, akkor azt egy csoport dönti el, egy úgynevezett multidisciplináris team dönti el, amelyben számos szakember vesz részt, és sok-sok paraméter figyelembe vételével tudjuk megadni a betegnek a legmegfelelőbb, legtöbb kezelési sikerrel adható terápiás útmutatást a gyakorlatban is. A korai diagnózis mennyiben javíthatja az esélyeket? A korai diagnózis az azért nagyon fontos, mert ha korai diagnózisban felfedezünk egy tüdőrákot, akkor az esetek nagy részében a betegeket meg lehet operálni, tehát reszekciós tüdőműtétet lehet végrehajtani, és a túlélési esélyek, tehát a hosszú túlélési, illetve a gyógyulás elsősorban ezeknek a betegeknek adatik meg. És manapság már nagyon ritkán beszélünk olyanról, hogy csak egyfajta terápiát alkalmazunk. A korai stádiumban felfedezett tüdőrákos betegek esetében is szükséges lehet, vagy a műtét előtt, vagy műtét után kiegészítő kezelések, és ez az átlagos túlélést, vagy éppen a gyógyulás esélyét is előre mozdítja. Kimutatták azt, hogy a leghatékonyabb műtét a tüdőrák korai felfedezésére, kvázi mint szűrhető betegség, ez az alacsony dózisú, tehát kevés sugárterheléssel járó mellkasi CT vizsgálat, és most már a nemzetközi vizsgálatok is kimutatták azt, hogy ezek eredményesek, és javítják a betegeknél a természetesen nem beteget szűrünk, hanem a populációt, és ez mindig rizikócsoportos, és a rizikócsoport az elsődlegesen a dohányzás, és ezeknél a betegeknél terveztek a világon is vizsgálatokat CT szűréssel, és ezek abszolút pozitívan zárultak, és a betegek, és a populáció, akiknél aztán tüdőrákot diagnosztizálnak, döntő százalékában korai stádiumú, potenciálisan gyógyítási stádiumban lehet ezeket a betegeket felfedezni. Magyarországon is már több ilyen szűrő, CT szűrő program indult el, a HUNCS program, és most várjuk, hogy ismételten egy újabb ilyen program elinduljon, hogy a betegek tulajdonképpen egy ilyen program tekintetében szervezetten tudjanak részt venni a tüdőrák CT alapú szűrésében. Tulajdonképpen tüdőrák vonatkozásában, amire az eredmények, amiről beszélnek, azok elsődlegesen a rizikócsoportra vonatkoznak, amelyet meg szoktak határozni, kell hozzá egy meghatározott időtartamú dohányzás, és általában 50 év felettiek. Ezek nyilvánvalóan jelenleg esetlegesen a házi orvosunk, illetve a tüdőgondozón keresztül most egyedi esetekben juthatnak ez a vizsgálathoz, de várjuk azt, hogy ez szervezett kereteken belül a HUNCS program újabb állomásaként bevezetésre kerülhessen.